Jó napot kívánok a kedves nézőknek, ez itt a Zugló értékei. Zugló nevezetességeit, legendáit, történelmével kapcsolatos helyszíneit és személyiségeit szoktuk hónapról hónapra, adásra adásra végigvenni. Talán kevésbé ismertek, de most azt hiszem a mai napon egy azért Zugló életéhez szorosan kapcsolódó személyiségről és annak a területéről fogunk beszélni. A szakértőnk a műsorban Majkó Zsuzsanna, a Samodai József Zuglói helytörténeti műhelynek a vezetője. Itt azt hiszem, ma beszélhetünk egy igazi ilyen self-made manről, ugye, hiszen nem egy arisztokrata, nem egy születési jogán egy felső osztályba tartozó személy, aki hát nem csak a vagyona szempontjából, hanem egy igen jelentős életutat is produkált, és ezzel azt hiszem, hogy vastagon beírta a kerületünk nevébe a nevét, ugye? Igen, Zsivora Györgyről van szó, áruljuk el a nézőknek. Nagyon érdekes és nagyon különleges pálya az, amit ő bejárt, bár azért a reformkorban volt még egy-két kortárs, aki hasonlóan szép pályaívet futott be. Ő egy abszolút szegény paraszti földműves családból származott, Sárszentlőrincen született 1803-ban, és nem csak, hogy nagyon vagyonos ember lett, amint említetted, hanem tudományos pályát is befutott, és egyéni karriert is nagyon szépet tudhat maga mögött. Azért beszélgetünk róla, mert ugye Rákosfalvát ő alapította. Na most a szegény paraszti családból tudott ő kitörni, tovább tanulni, jogi egyetemet végzett, tehát neki tulajdonképpen a karrierje is, és a tudományos munkássága is a jogi pályához kötődik. Ahogy elvégezte az egyetemet, utána rögtön az aponyi családnak a szolgálatába lépett, tulajdonképpen ilyen házi tanító féle státuszban, de nem gyerekekkel, hanem ugye az aponyi család felnőtt fiatal uraival foglalkozott, és a jogi pályára készítette fel őket, és így jutott el Párizsba. Ez a kiküldetés volt tulajdonképpen, hát tulajdonképpen a párizsi nagykövet volt. A családdal nem ő volt nagykövet, az aponyi családnak igen. Valamelyik tagja, ja, bocsánat, igen, és igen, így jutott Párizsba, amiért ugye nyilván egy hatalmas kitekintést is jelentett neki ebből a magyar viszonyokból. És itt már ő foglalkozott jogi szakkérdésekkel. Bocsánat, ekkor már jogász volt ő? Tehát a végzettség, amikor igen, családi igen, tanító lett, akkor igen, már jogi akkor ő már jogász jelentem. Volt, így van. És gyakorlatilag ő ilyen jogi szakkérdésekről is írt tudományos folyóiratokba. Ennek a munkásságának köszönhető, hogy a Magyar Tudós Társaság, ez ugye a Magyar Tudományos Akadémia elődje, gyakorlatilag a tagjai közé választotta. És amikor hazajött Párizsból, akkor nagyon érdekes, ennek a hátterét nem tudjuk, volt Pestnek egy nagyon nagyhatalmú rendőrfőkapitánya, Thaisz Elek, és az ő édesapjának, egy nagyon befolyásos ügyvéd volt Thaisznak az apja, az ő ügyvédi irodájában helyezkedett el. Tehát itt is úgy tűnik, hogy magas kapcsolatai voltak. Hát ez lehet, hogy az aponyi családnak a hozadéka. És tulajdonképpen ügyvédkedett kezdetben. Hát még más is utána, de most a jogász pálya. Igen, tehát kezdetben ügyvédkedett, és úgy került ő Rákosfalvával először képbe, Rákosfalvával kapcsolatban, hogy az 1840-es évek közepén, ugye ez Festetics birtok volt, ezt tudni kell. Kastély is volt itt a Festeticseknek, vagy jól tudom? Volt, igen, igen. Festetics János volt a földesura ennek a vidéknek, és a 18. század legvégén, pontos datálást nem tudjuk, de olyan 1798-99 körül építetett egy kastélyt. Ugye ez ma átkerült a 16. kerületbe. Ez a Kerepesi út és a Körvas út sor találkozásához egész közel van, az Egyenes utca tájékán. No, tehát Festetics János nem sokáig élvezte a birtokait, viszonylag hamar meghalt, és oldalági örökösei voltak csak, gyermeke nem volt, és az egyik oldalági örökös Zsivora Györgyöt bízta meg, hogy értékesítse a birtokokat. Tehát az 1840-es évek közepén járunk,
És akkor arról adnak hírt a lapok, hogy ő nagyon kecsegtető tárgyalásokat folytat, érdeklődnek Bécsből, innen-onnan, majd közben jön a forradalom, és ez a dolog lekerül a napirendről, és eltűnik. Mit kell ide képzelni erre az időszakra, hogy ezen a táján, ugye a kastélyon kívül, ami ma már ugye nyoma nincsen. Igen. De hogy ez itt mi volt? Ugye korábban beszéltünk, hogy a bolgár kertészek, földek. Igen, volt már szó erről a területről valóban. Hát ugye ez az a bizonyos rákosi homok, amiről, tehát egy viszonylag terméketlen vidék, de akkoriban ez értékes terület volt, ugyanis nagy kiterjedésű legelők voltak. És mivel erről is beszéltünk már, hogy Pest városának a lakosságának a nagy része marhatartással foglalkozott, a legelő létszükséglet volt. És tehát nagy kiterjedésű legelők voltak, szántók, ahol főleg takarmánynövényeket termeltek pontosan a marháknak. Tehát nem volt virágzó kertgazdaság ekkoriban még, és amikor lekerült a napirendről a telekeladás a 19. század közepén, és egyszer csak, mint egy 10 év múlva, 1854-ben újra fölbukkan a Zsibora név, de akkor már nem mint megbízott, hanem mint vevő. Akkor azért már valamilyen szinten vagyonos volt, bár ha jól olvastam, nem akarok előre szaladni, később ezzel a vagyonát tulajdonképpen meg háromszor oszta, tehát valamilyen számot, tehát igen, többszöröse lett, de ez a későbbi rész. Most már. Én azt gondolom, hogy ő nagyon ügyesen kalkulált. Valószínűleg sejtette, Rákosi Szent Mihályhoz nagyon szorosan kötődik ennek a területnek a története. És mivel ugye a terület gyakorlatilag a pesti egyre kifelé húzódó belváros és Rákosi Szent Mihály között fekszik, mivel Rákosi Szent Mihály is ekkor indult fejlődésnek, lehetett arra számítani, hogy itt előbb-utóbb, ráadásul ugye a Kerepesi országút mellett fekszik ez a terület, ugye a Kerepesi út mellett, tehát lehetett itt fellendülésre számítani. Lehetett arra számítani, hogy a telkek felértékelődnek. Ő nagyon olcsón vette ezt meg. Valószínűleg azért is, mert az örökösöknek akkor nem, már csak meg akartak tőle szabadulni, nem akartak vele semmit kezdeni. Úgyhogy ő nagyon jó áron vette meg ezeket a telkeket. Ugye a kiterjedéséről, ha beszélünk ennek a területnek, ugye akkor az gyakorlatilag a mai Rákosfalva területe, tehát a határai a Kerepesi út az egyik oldalról, ugye pici a Nagy Lajos király útjából, aztán a Füredi utca, és hát a Rákospatak, vagy most a Gvadányi utca. Tehát erről a majdnem háromszög alakú területről van szó. Ez most Zugló legkisebb körzete tulajdonképpen. Így van. Ugye a Nagy Lajos király, csak egy beszúrás, hogy a Nagy Lajos király út, az volt a Hajcsár út, ugye? Igen. Tehát ez is a legelőkre ez vonatkozik. Ez is a marhattartók rauta, bizony, igen. Hogy ott hordták be a városba. De ez nem egy igazán telek spekuláció lett, hiszen valahogy ilyen altruisztikus fordulatot vett valószínűleg Zsivora Györgynek a személyiségéből, vagy céljaiból. Igen, na most ugye két történet kering, vagy halad egymással párhuzamosan, hogy is történt ennek a Rákosfalvának a megalapítása. Amikor megvette ezt a területet, akkor egy ideig ő folytatta itt a gazdálkodást. Tehát ugyanúgy volt egy, 1861-ből találtam egy nagyon jó leírást erről a területről, amit az előbb már elmondtam, nagy kiterjedésű réteg, szántók, ahol kapásnövényeket, burgonyát termelnek, illetve rozs, lucerna, tehát ezek a tipikus takarmánynövények, kukorica. És van már akkor egy marhatartó telep, vagy ahogy akkoriban hívták, egy ilyen svájci típusú mintatehenészet, ahol megszámoltam, 88 darab szarvasmarha volt már akkor, két bika. Bocsánat, ez hogy lehet megszámolni? Hát úgy, hogy volt egy lista, igen, és összeadtam a bikákat, a teheneket, az üszőket, a borjukat, és kijött 88 darab. Na most ezt Zsibora folytatta gyakorlatilag itt, amit a festőticsek elkezdtek, egy darabig, és akkor a legenda az úgy szólt, hogy ugye, mivel ő hát nagy világi életet is élt, ugye a felső körökkel érintkezett, nagyon sok művész barátja volt, jelesül a Nemzeti Színház akkori nagyon jeles színészgárdája tartozott az ő ismeretségi körébe. Szigligeti Ede, például Kántorné, ugye akiről Sétány van elnevezve, ugye akkor a színésznőket még asszonynévvel
illették. Bérinyéről se tudjuk, hogy mi volt a teljes neve. Tehát Kántorné például, vagy a Nemzeti Színháznak volt egy nagyon híres díszletfestője, a Lehmann Mór, neki is itt volt telke. Tehát, hogy a színész társaság, a bohémek gyakorlatilag lejártak ide Zsiborához, nagyon jó levegő volt, ugye patak volt, egy ilyen bukolikus táj volt ez akkoriban. Művésztelep, vagy ilyen belsőséges mulatóhely, tehát... Hát igen. Zárt körül, nem igen. Tudom. Hát igen, erről szól a fáma, hogy igen, gyakorlatilag ilyen zárt körül, mulatótelep, de a jó értelemben be, tehát magasabb igényekhez, mert azért itt a Nemzeti Színház művészeiről van szó. Tehát, és hogy ők alapították. Addig jöttek Zsiborához vendégségbe, míg elhatározták, hogy megalapítják Rákosfalvát. Tehát ez az egyik történet. Bocsánat, a Rákosfalva, mint olyan név, ez itt bukkan fel először? Azelőtt volt ennek a zónának valamilyen szinten valamilyen elnevezése? Hát ez mindig kötődött a Rákos mezejéhez, és mindenféle ilyen Rákos előtagú neveket igyekeztek maguknak adni, de konkrétan így, hogy Rákosfalva, igen, ezt itt bukkant, kérvényezték aztán az itt lakók hivatalosan a fővárostól, hogy Rákosfalvának nevezhessék el ezt a területet, ez már ugye 1870-es években van, és nem volt kifogása a fővárosnak. De most, tehát ez az idilli történet, a valóság az, hogy valóban volt itt üdülőtelkük ezeknek az imént felsorolt művészeknek, de 1870 körül, hát nyilván idősödött Zsibora, elege lett a gazdálkodásból, és elkezdte fölparcellázni a telkeit. Mint hogy a birtokát. Na most, hogyha az ember megnéz egy korabeli, mondjuk ilyen 1870 körül keletkezett térképet, akkor látja, hogy tényleg teljesen szabályos, egyenes utcák vannak, tehát lehet látni, hogy ugye itt a hatalmas rétet egyszer csak elkezdték utcákra osztani, és azon belül telkekre osztani. De nagyon jól látszik, hogy ez egy ilyen telekkiosztáson alapuló település, mert ugye azok ilyen nagyon szabályosak. És főleg a környékbeli falvakból, tehát Pest határán kívül eső falvakból jöttek, hát gyakorlatilag jobbágyok, parasztok, akik hát nagyon tőkeszegény réteg, de akik nagyon jól értettek a gazdálkodáshoz, és ez azért volt előnyös, mert ugye ez egy kicsit közelebb volt Pesthez, és ezek a gazdálkodók a Pestre, a belvárosba hordták a termékeiket a piacokra. Tehát így közelebb tudtak jönni a városhoz. Itt úgy egyébként, amire nekik szükségük volt, patak, rengeteg furt, kút, azon kívül ugye kis, azt el kell mondanunk, talán ez is fog látszani valamelyik térképen, hogy a Rákospatakot akkor még ilyen kis tavak is szabdalták, tehát öntözés rendben volt, földet lehetett művelni. Na most elsősorban sváb gazdák jöttek, ezért megnéztem az első lakcímjegyzéket, ami erről a területről megmaradt 1880-ban, és az egész terület tele van millimárikkal. Te tudod, hogy ez mi? Nem is hallottam erről. Nem. Ez név, vagy pedig foglalkozás, hogy a kettő egyben? Ez egy foglalkozás név, ez a német Milchmeierből származik, és a magyar népnyelvnek ez túl bonyolult volt, és ezért millimárinak nevezte azokat. Ezek tejtermelők gyakorlatilag. Tehát ez mindig úgy nézett, hogy ugye volt a háznál szarvasmarha, és akkor tejet elsősorban, de nem csak tejet, hanem tejterméket is készítettek, túrót, sajtot, stb. És gyakorlatilag azokat az asszonyokat, akik behorták a piacra, mert mindig a nők vitték a piacra, behorták a piacra ezeket a termékeket, őket hívta a pesti nyelv millimáriknak. Tehát itt az egész területen gyakorlatilag kertészek és tejtermelők laktak. Ők aztán, tehát azért Zsivora ugye később én azt olvastam még az életrajzában. A végén szeretnék így a család életéről, ami úgy inkább már az utódja, az utódlását ennek a területnek, vagy a sorsát nézi, de hogy jogászi karrierjével a
Deák Ferenccel is közeli kapcsolatban, azt hiszem, talán ugyanabban az ügyvédi irodában is dolgoztak, tehát volt egy idő, amikor párhuzamosan több ügyben ez már az ő jogelméleti tevékenységéhez tartozik, mert ugye ezt mondjuk el, hogy aztán ő abba hagyta az ügyvédkedést, és bíró lett, táblabíró, ami ugye, sőt, kúriai bíró is volt, ugye az a legfelsőbb bíróság, tehát az a bírói karriernek a csúcsa. És hát ő alkotmányelmélettel, jogelmélettel sokat foglalkozott, és hát nyilván így kerülhetett Deákkal közeli kapcsolatba. De ez még viszonylag, tehát korábban nem a kiegyezés korán, erről is, de azt hiszem ez a tudományos pálya, ez igazából már Párizsban felfigyeltek, egész fiatalon, így van. Fantasztikus, hogy Charles Saint-Laurent-ről indulva valaki a szellemi képességeivel. Nyilván megvoltak a lehetőségek, meg a jó pillanatok, amikor mert szerencse is kell ahhoz, hogy valaki a tehetségutat kapjon. De ez tekinthető akkor ezáltal egy mintagazdaságnak, amit létrejött. Tehát teljesen szervezett, tervezett, és nem tudom, hogy abban az időben volt-e ilyen fogalom, de valahonnan hogy mintagazdaság? Igen, hogyne, természetesen. Hogyne, természetesen, igen. Ez addig, amíg ugye föl nem parcellázta a földjeit, tehát amíg ő volt az egyedüli tulajdonos, napszámosokkal dolgoztatott, ezt is följegyezték, hogy főleg cinkotai napszámosok jártak hozzá. Aztán valamiért egy idő múlva biztos megharagudott a cinkotaiakra, vagy én nem tudom, és akkor felvidéki tót napszámosok dolgoztak nála. Aztán azt láttam, a birtok gazda, aki rendezte, ő intézte, vagy működtette, az a saját testvére volt, már nyilván amikor ő tulajdonos volt. Igen. És az láttam még az életrajzából ilyen kivonatokat, hogy azért elég erősen jótékonykodott. Igen. Tehát iskoláknak, nevelőknek, talán a Betesdának is. A Betesdának is, igen, református volt, úgyhogy ez nem véletlen. Árvaházaknak például nagyon nagy összegeket, és hát gyakorlatilag a végrendeletében egy nagyon tekintélyes összeget. Nem szeretem elmondani általában az összeget, mert ez ma nem mond semmit. Viszonyításként jó. Na, hát szóval 100 000 forintot 1888-ban 100 000 forintot hagyott a Magyar Tudományos Akadémiára. És ennek van, azért mondtam, hogy viszonyítás, én azt láttam, hogy amikor Széchenyi az egyévi jövedelmét felajánlotta, az 60 000 forint volt, tehát ehhez képest. Igen. És ugye ez talán a jótékonykodásnak ahhoz a részéhez, hogy árvaházat, meg kórház, az hozzátartozik, hogy nem túl szerencsés magánélete volt. Igen. Ha jól tudom, a felesége az nem tudom mennyire korán meghalt, azt nem találtam dátumot, de 10 éves vagy 14 éves koráig élt a lánya is, és utána tulajdonképpen 11 néhány éves házasságuk volt, amikor meghalt a felesége. Ennek én sem néztem utána, hogy betegség következtében, tehát egy fiatal asszonyról beszélünk, és egy leánygyermekük volt, aki egyes források szerint 14, más források szerint 16 éves korában halt meg. És így tulajdonképpen oldalági leszámítottak voltak. Ami megoldásként érdekes, ugye ez a Betesda, a árvaházak, az akadémiának, tehát nagyon-nagyon tekintélyes vagyont hagyott örökül, és az akadémiának ugye jutatott összegből tulajdonképpen annyi maradt, hogy annak kapcsán egy kikötést találtam, hogy a testvére, talán ez nem biztos, hogy jó összeget mondok, 4 000 forintot kap évente mindaddig, amíg él, tehát az akadémián keresztül, és utána ez felszabadult, ez a teher. Igen, ez egy gyakori végrendelkezési mód volt, hogy egy életjáradék összeget biztosítottak, amit a kedvezményezettnek kellett fizetni, tehát az akadémia fizette gyakorlatilag a tőkéből, vagy a tőke hozadékaiból a második számú kedvezményezetet. Tehát ez ugye nyilvánvaló volt, most én azt hiszem, hogy neki ráadásul bátyja volt, úgyhogy nem élt sokáig túl, tehát egy 3-4 évig kellett csak ezt az összeget, hát Zsibora is idős volt, amikor meghalt, 80-on fölül volt, egy 3-4 évig kellett ezt az összeget fizetni az akadémiának, de hát tisztességes módon gondoskodott így
a testvéréről is. Ez egy Zsivora György története itt tulajdonképpen véget ér ezzel, de nem is tudnánk megbecsülni, vagy összehasonlítani, hogy mi lenne ebből a városrészből, városrészecskéből, hogyha ő ezt nem így kezdi. Ma már valószínűleg ugyanoda futott volna ki, tehát akár hát mint a gazdaság, akár legelő, ma már biztos ezek a tömbépületek állnának a helyén. Hát nyilván igen. De a vasúti rész, vagy az, hogy erre kezdték belakni, azért az nyilván, vagy a Hévre gondoltam alapvetően, igen, azért nyilván kötődik ehhez. Vagy ez tulajdonképpen a Kerepesi út, ami azért meghatározó volt? A Kerepesi út nagyon fontos volt. Tehát az gyakorlatilag az egyik legkorábbi útja Pestnek, aminek a nyomvonala már nagyon régen megvolt. De azért az ilyen telepeknél, mint amilyen a Zsivora birtok is volt, de több ilyet is ismerünk egyébként Zuglóból is. Itt azért meghatározó ám a beköltöző embereknek is a szemlélete. Tehát nagyon sokszor például közműveket, közvilágítást, közlekedést, ahogy említetted a hívet, azt a helyi emberek járták ki a fővárosnál. Mondjuk a Hév esetében ez konkrétan így volt, Rákos Szent Mihálynak volt igazából szüksége a Hévre, és összefogva Szent Mihállyal, hát addig rágták a főváros fülét, mondjuk volt ez vagy 12 év, de addig rágták a főváros fülét, amíg nagyon korán, tehát 1888-ban megindult oda a Hév, és ez egy hatalmas lehetőség, hiszen onnantól kezdve már nem volt elvágva a város belső területeiről. Ugye a végén nagyon távoli párhuzam egy másik történet, családi ág másik oldalán egy tanulságos ilyen helytörténet jelen, a vasútról szólva, ugye annak idején, hogy merre vezessék a vasutat, Hajdúszoboszló vagy Nádudvar. A nádudvari gazdák és azok, tehát a felvilágosult szemléletet próbálom szembesíteni, azt mondták, hogy erre ne jöjjön a vasút, mert összekormozza, összekoszolja a gabonát, és akkor másik irányba ment. Itt kezdődött a hanyatlása Nádudvarnak, hát de igen, ez most nagyon igen. messze került. Igen, egyébként ebből nagyon jól látszik, hogy mindig az a politikában az, amikor utakat, vagy akár autópályákat fejlesztenek egy terület felé, az bizony nem butaság, és ez már egész korán is így volt, hogy amerre fő közlekedési útvonal vezetett, az amellett fekvő települések fejlődtek, a többi kevésbé. Arra megy a fejlődés. Még annyit a végére a műsornak, hogy a Zsivora György emlékparkot, illetve a szobrot azt tavaly adta át az önkormányzatok, azóta látható. Szerintem a név azért korábban is ismert volt, de azért jó volt mögé nézni, hogy ki is volt Zsivora György, mint személy és mint alkotó vagy fejlesztő ennek a városrésznek. Zsuzsa, köszönöm szépen. Én is. Ennyi volt a mai műsorunk. Köszönöm.